A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Balogh Krisztián Tibort a Karcagi Szakképzési Centrum, Varó István Technikum szakképzőiskola és kollégium tanulóját, aki az április 24 és 26-a között a Szakmasztár Fesztivál keretében megrendezett a szakma kiváló tanulója versenyen festő, mázoló, tapítázó szakmában első helyezést ért el. Felkészítői Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető és Gyarmati István szakoktató. A testületi ülés megtárgyalta és elfogadta a Karcagvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Karcag belterület 153 és 3979/1 helyrajzi számú köznevelési célt szolgáló ingatlanok az Egri főegyházmegye részére, valamint a Karcag belterület 4815/1 helyrajzi számú ingatlan Karcagi Református Egyházközség részére történő térítésmentes tulajdonba adását. A 2846/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által működtetett Gólyafészek Otthon Jászhegykun Szolnok megyei fogyatékosok otthona nyújtotta be pályázatát az épület energetikai fejlesztése érdekében, amihez szükséges a tulajdonos, a Karcagvárosi Önkormányzat hozzájárulása, amit a képviselőtestület egyhangulag megadott. A Karcag belterület 2942/2 helyrajzi számú Zuglógerben található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadását kérte a BF Security BT, melyet a testület 2026. május 31-éig meg is szavazott. Az 5.-6. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták.